Szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretnék egy régi kínai koannal kezdeni. Aung San Zen mester álmában felvitetett arra a helyre, ahol csak buddhák és bódhiszatvák ültek. Az egyik bódhiszatva azt mondta, a ma esti dharma beszédet az asztal mögött ülő szerzetes fogja tartani. Ekkor álmában Aung San látta magát, ahogy felemeli a botját, háromszor az asztalra üt, és leszáll az emelvényről. Ezután felébredt. Első kérdés. Mi volt Aung San dharma beszédének igazi jelentése? 2. Amikor Aung San látta magát az álomképben, kitartotta a beszédet, az álomkép vagy az alvó szerzetes? 3. kérdés. Hol a hiba Aung San történetében? Ezzel szeretnék indítani egy már nagyon haladóknak szánt dharma beszédet, és ma ígérem, hogy jóval több koanról lesz szó, mint korábban, hiszen a szanga nagy része itt van, a jelenlévők nagy része már megismerkedett a zen tananyag középiskolás fokával, úgyhogy most a kérdéseitekre szeretnék nagyon fókuszált, kevesebb magyarázatot adó válaszokat teremteni. Kinek van kérdése? Vadászteremben vagyunk, ezért egy kutyáról fogok most beszélni. A Mahayana buddhizmus egyik alaptétele, hogy minden érző lénynek, azaz érzékszervekhez kötött lénynek, azaz testben megszületett léleknek van buddha természete. Rendelkezik a megvilágosodás képességével. Ez buddha tanítása. Ez az, amit a pátriárkák is továbbvittek. De Zhou Zhen mester, kínaiul Chao Chou, a Tang dinasztia fénykorában, amikor megkérdezték őt, hogy van-e a kutyának buddha természete, csak azt mondta, mu. Ez koreaiul azt jelenti, hogy nincs, vagy nem létező. Kínaiul ugyanez wu. Mindenki találgatta, hogy miért történhetett ez. A következő kérdések merülnek föl. Van-e a kutyának buddha természete? 2. A két mester közül, Buddha és Zhou, kinek volt igaza? 3. Ha téged megkérdeznének, hogy van-e a kutyának buddha természete, hogyan válaszolnál? Egészséges éberségű szempillantásokat és lefagyott intellektusokat látok. És ez a zen célja. Légy éber, és a gondolatod álljon meg. A koanokat arra találták ki, hogy álljon meg a tudat mozgása, a test mozgása, a karmának a mozgása. És ekkor, ha a tudat megállt, olyan lesz, mint a tükör. És ebben a tükörben látsz. Ezt a látást hívja a buddha vidyának. Ennek a hiányát a vidyának. Amikor nem látsz, akkor azonosulsz azzal, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz és ízlelsz. Amikor látsz, akkor a vizuális, a hallásbéli, az ízlelésbéli, a tapintás, a gondolati, az érzelmi, a múlt, a jelen, a jövő összes hatása, mint a tükörben látszik. Ha azonosulsz azzal, ami ér, ha ítéletet mondasz, és jót és rosszat gyártasz le a fölött, ami ér, akkor létrehozol egy önképet és egy világképet, amelyek külön állnak. Ha feloldod a dualisztikus gondolkodást, ha megállítod a tudatot, ha tiszta, tükörszerű, térszerű tudattá válsz ismét, akkor az önkép és önvaló közti dualitást feloldod. Ezzel szűnik meg a szenvedés is. Önképed és önvalód közötti távolság a szenvedés mértéke. Minél nagyobb,
annál jobban szenvedsz és szenvedtetsz. Minél kisebb, annál kevesebb ez a szenvedés és szenvedtetés. Ha átfedés van, akkor nincs szenvedés és szenvedtetés. Ezt hívjuk a csak cselekedj birodalmának. Az egyévállás tapasztalaton alapuló cselekvés birodalmának. Zsózsu Zenmester két tanítványt fogadott. Megkérdezi az elsőt, honnan jöttél? Sopronból, mester. Sopronból? Sopronból. Itt is születtél? Igen. Akkor menj, igyál egy csésze teát. Megkérdezi a másik tanítványt. Honnan jöttél? Kőszegről. Kőszegről? Igen, mester, Kőszegről. Ott is születtél? Nem, de a nagyanyám a közelben lakott. Menj, igyál egy csésze teát. Ott van a szolgáló, aki éppen Tatabányai, de Siófokon született, és megkérdezi a mestert. Mester, az egyik siófoki, a másik kőszegi, mégis mind a kettőnek azt mondtad, hogy igyon egy csésze teát. Miért? Szolgáló. Igen, mester. Menj, igyál egy csésze teát. Zsózsu ezen tanításában benne van a zen veleje, ahogy Angsan három botütésében is, és Zsózsu zenmester mújában is. Ebből a három koamból mit értettél meg? Na most a fagyás után következik az, amikor ismét gondolkodsz. Igazából csak az esett le nekem legalábbis, hogy a kutyának csak buddha természete van. Ezt kitől hallottad? Magadtól vagy a kutyától? A kutya a buddha természet. És akkor az ember? Az ember? Hát, hogyha kisi a távolság az önvalója, meg az önmaga között, akkor igen. A kutya buddha természete és az ember buddha természete azonos vagy különböző? Szerintem a kutya nem agyal annyit. Tehát ő neki az a természetes lételeme, hogy buddha természet. Még akkor sem, hogyha a te kutyád? Még akkor sem. Legújabb kutatások szerint a kutya agyműködése és a gazda agyműködése teljesen szinkronizálódik. Erre nem tudok mit mondani. Úgyhogy vigyázzunk. Nincs kutyám. Talán pont ezért. Számomra annyi volt az üzenete ennek, hogy mindannyiunkban ugyanaz az önvaló, vagy ugyanaz a közös Istentől származó, lehet nevezni ezt annak is, az, ami munkálkodik. Óvatosan, mert ez már foglalt. Az Istentől származót azt nagyon sokan lefoglalták. Ha akarod, használjad, csak lehet, hogy jogdíjas. Ja, jó. Akkor nem óvatosan. Tudom minek, de valami, hogy ugyanaz a dolog munkálkodik mindannyiunkban. Hogyan fejeznéd ki ezt a buddha természetet szavak nélkül? Már majdnem sikerült. Talán a légzések közti szünet. Az nagyon kicsi buddha természet. Hogyha csendben maradsz, az kevés. Uh-huh. Ha megszólalsz, az sok. Hogyan cselekednél? Nyitott mindenkinek. Korrekt. A következő lépést az interjú szobában. Ja, amikor visszatérsz a gondolkodás elé, akkor ebben a csendben letisztul a tudat, tisztán lát, tisztán hall, tisztán szagol, cselekszik, érez, gondolkodik, és a többi. Tehát ennek a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatnak van működése. Nem olyan, mint egy fagyott jégmező. Ha kell, hullámzik. Hullámzik mosolyt, hullámzik szomorúságot, hullámzik örömet, hullámzik néha egy kis frusztrációt. De mindig megvan a tiszta, tükörszerű, térszerű állapot. Ezen hullámzás közepette is, ezt hívják a kínaiak Wei Wu Wei-nek, cselekvő nem cselekvésnek, vagy mozduló nem mozdulónak. Barátkozzunk meg a paradoxonokkal, és akkor a zen könnyű lesz. Elkezdesz szöszölni a logika kisbicskájával a paradoxon szikláján, biztos, hogy kicsorbul. Az egyik legnagyobb adomány, vagy megszerzett képesség, hogyha tudod, hogy min érdemes gondolkodni, és min nem.
mi az, amit érzelmekkel érdemes megoldani, és mi az, amit csak cselekvéssel lehet. És mi az, amikor jobb a csendet hallgatni, mint a szavakhoz ragaszkodni. Namcsón zenmestert egyszer megkérdezték. Létezik-e szavak nélküli tanítás az érző lények számára? Mire azt mondta Namcsón, létezik. Mire a kérdező azt mondta, és az milyen? Nem látható, nem hallható, mondta Namcsón. Első kérdés. Hol hibázott Namcsón? Második kérdés. Létezik-e szavak nélküli tanítás az érző lények számára? Harmadik kérdés. Ha ott lettél volna, Namcsón helyében hogyan válaszoltál volna? Figyeled ezt a gyönyörűséges csöndet, amely a nem tudható tapasztalatához vezet el. Tehát a paradoxont azért rakták össze a régi zenmesterek, és azért csináltak kornokat, hogy az óra rugó gerincű felpattanód megszűnjön a konklúzió csokoládéjáról álmodni. A szögletes csokoládéról, a kerek csokoládéról, a sötét csokoládéról, a tej csokoládéról. És Gombóc Artúrból legyél boldog Buddha. Van átmenet. Kinek van kérdése? Nem olyan régen ismerkedtem meg a zennel, elkezdtem vele foglalkozni, gyakorolni, és éreztem a mindennapi életemben egy bizonyos fejlődést. Ezt legegyszerűbben úgy tudom megformálni, hogy sokkal intuitívbé váltam, nem szöszöltem annyit, nem agyaltam annyit. Aztán mégiscsak elkezdtem legyártani ugyanazokat a hibákat, amiket már korábban, hol hibázhattam? Ott, hogy minősítetted magad. Köszönöm. Esetleg kicsit bővebben, hogyha lehet. Lehet. Köszönöm. Amikor minősíted magad, mindig félremész. Költőnk mondta, hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Örülj, mert van párkapcsolatod. Úgyhogy ha az is fejlődik, akkor tényleg fejlődik az élet. És hogyha nem, akkor az önképpel és a párkapcsolattal valami gubanc van, mert nem ugyanarra mennek. Nagyon sokszor van az, és nem csak a led, bármelyikünkkel, aki elkezd gyakorolni. Érzünk valami elmozdulást, és nagyon jó indulatúan tovább folytatjuk a gyakorlatot, de nem menekítjük meg magunkat a minősítéstől. Ekkor abban a pillanatban, mielőtt minősítenéd magad, és ráütnéd a pecsétet magadra, amitől már csak lejjebb eshetsz, azon nyomban ajánld fel az egészet lélekben a társadnak, és fordítsd át a minőségváltozást arra, hogy hogyan segíthetek. És hogyha beforgatod a karmába a darmát, akkor önminősítés nélkül tudsz tovább haladni az úton. De mihelyt ént csinálsz az éntelemből, mihelyt minősíted azt, amit nem szabad, lehet, de nem kéne. Elveszítjük azt a tiszta tudatot, amely abból indult ki, hogy eredetileg az énség az illúzió. Akkor miért hitted el hirtelen, hogy egy kicsit javultak a dolgok? Attól hihetőbb? Ugyanúgy illuzórikus, csak közben jobban működünk, mert az illúziót még jobban feloldottuk. Még jobban feloldottuk azt az önképet, amely távol tartott önvalónktól. De hogyha legyártjuk az önképet megint, akkor megint megszilárdul a távolság, és egyre több hibát követünk el, mert végre találtunk egy jobban működő egoitást, amiben hiszünk. Ne kövessük el ezt a hibát. Térjünk vissza a nem tudhatóhoz, az éntelenhez, a gondolkodás előttihez, a dualitást meghaladóhoz. Azon nyomban láss tisztán, hajj tisztán, érezd tisztán, gondolkodj tisztán, és tedd félre az önminősítést. Jó? Ilyenkor nagyon fontos az, hogy a régi tangdinasztiabeli zenmesterek ezért mondták azt, ha találkozol a Buddhával, öld meg. És ők voltak azok, akik ilyen hatalmas Buddha szobrok előtt napi több száz leborulást csináltak. Hát világos, hogy nem Sákjamunira és a többi Buddhára gondoltak ilyenkor, de ha a Buddha képpel vagy identitással találkozol, töröld.
abban a pillanatban elveszítesz mindent, és sajnos láttam olyat, amikor nagyon mélyre zuhantak egy nagyon magas pozícióba. Mert kapaszkodtak abba, ami nem tartotta meg őket. És nem támaszkodtak arra, amire lehetett volna. Csak az lejjebb kellett volna magukból adni. Jó? Úgyhogy nem követtél el hibát, még nagyon az elején vagy. Egy kicsit az elemózsiás táskádba beletettem a hamuba sült pogácsából, hogy ez eltartson jó sokáig. Jó? Egyéb kérdés? Egyszer régen Sákjamuni Buddha a keselyű sziklán tartott dharma beszédet. Összegyűltek több százan. A Buddha mégis csendben maradt, és várt. Egy idő eltelte után felemelt egy szálvirágot. Senki sem értette. Mahákásjapa viszont, egy jógiból lett Buddha tanítvány, elmosolyodott. Ekkor Buddha szólt: rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó nirvának apujával, és most ezt a tanítást átadom Mahákásjapának. Első kérdés. Miért emelte föl Buddha azt a szálvirágot? Második kérdés. Miért mosolyodott el Mahákásjapa? Harmadik kérdés. Milyen tanítást adott át Buddha Mahákásjapának? Negyedik kérdés. Hogyha Mahákásjapa azt mondja Buddhának: nem, köszönöm szépen, én már rendelkezem ezzel a tanítással. Ha te lettél Buddha, hogyan válaszoltál volna erre a kijelentésre? Ez a negyedik, ez éles. Mint hogyha korunk problémájáról is szólnak. Kösz, én már tudom, ne így beszélje hozzám. Kinek van kérdése? Beszéljünk is a zenről, az úgy unalmasabb. Annyi magyarázatot hallottatok, annyit tudtok, annyi előadást láttatok. Miért kell még mindig? Lépj följebb bátran, és tedd fel azt a kérdést, ami belülről jön, ami téged is, és másokat is tovább visz az úton. Nekem az életemben tényleg ez szerintem nem csak rám vonatkozik, de rám abszolút vonatkozik, hogy a legnagyobb magasságokat és a legnagyobb mélységeket azokat a párkapcsolati dolgok miatt éltem meg. Voltam nagyon padlón, és akkor kezdtem el egyáltalán keresgélni valamiféle spirituális támaszt. Hosszú-hosszú shoppingolás után végül is így megérkeztem a zenhez, és ennek nagyon örültem. A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom úgy átalakítani az életemben az érzelmeimet, a gondolataimat, egyáltalán a létállapotomat azzal a személlyel kapcsolatban, akivel korábban nagyon-nagyon nagy szerelemben voltam, de most már nem vagyunk. Viszont én nem szeretném azt, hogy ez egy ilyen fúj, ne is lássuk egymást, ne is találkozzunk, ne is tudjak rólad, és akkor majd elmúlik a dolog, hanem átalakítsam egy olyannál, hogy szeretlek, de ezzel együtt nem jár az, hogy legyél az enyém. Tehát, hogy tudnám ezt én megvalósítani igaziból, úgyhogy ne gyártsam le ugyanazokat a hibákat, és hogy hogyan tud ebben a zen segíteni, mit javasolsz? A zen nem tud segíteni, de a tangó az igen. Hány személy kell a tangóhoz? Hány személy kell mindazon megvalósításához, amit szeretnél? Kettő. Ez egyébként már nagyrészt választ is ad, hogy hogyan lehet megvalósítani ezt. Egy távolabbi együttműködéssel, de együttműködéssel. Tehát itt, hogy én mit szeretnék az én jó szívemből, és hogy én mit akarok, az nagyon sokféle lehet. De mit szeretne a másik? Mit visel el ebből? Mi az, amit ebből ő fejlesztene, tovább vinne? És itt a kérdések sokkal jobbak. Nem mindig a szóbeli kérdések, mert
néha a párod joggal lehet egy picikét frusztrált, hogy ezt miért kell megkérdezni, miért nem tudod magadtól? Tehát belül fölteszed a kérdést, és észreveszed a másikban a választ. Ez a haladó kérdésfeltevés. És ha muszáj, akkor meg is szólítod. Ha már tényleg nem láttad, akkor szólítsd meg. Nézd meg, hogy ő neki mire van szüksége. Mennyi térre, mennyi távolságra, mennyi szünetre, és mennyi beszédre, mennyi találkozásra. És állíts be egy olyan optimumot, ahogy régen a tábortüzeket szokták rakni a vándorok. Nem ilyen óriási mágiákat raktak több okból, hanem pontosan annyira tolták be a fákat a tűz középpontja felé, amilyen magas lángot akartak. És hogyha lejjebb veszed, akkor kijebb húzod a fákat, akkor már csak a parázs marad. Úgyhogy hirtelen beljebb tolod a fát a középpont felé, akkor fellángol a tűz. Úgyhogy óvatosan a térrel és a tudattal. És akkor pontosan meglátod, hogy mi az a középút, ami neked is és neki is jó. Jó a szándék, de a jó szándék önmagában nem elégséges. És mint tudjuk, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, tehát ezért kell a tisztánlátás is hozzá, a jó szándék mellé, hogy ez helyesen érvényesüljön. A zenben ezt az együttérzés és bölcsesség egyensúlyának hívjuk. És hogyha ez megvan, akkor sikerül. Mindent lehet. És az egy nagyon tiszteletre méltó törekvés, és szeretett kapcsolatban akarsz maradni azzal a személlyel, akivel a kölcsönös birtokviszony már megszűnt. A múltkori dharma beszédedben azt mondtad, hogy amikor megszületünk, tükrök vagyunk, és akkor erre kosz rakódik rá, és a zennel ezt próbáljuk azt a koszt levenni, ha jól emlékszem. Igen, ez volt az egyszerűsített változat. Mit szeretnél? Hogyha mindennapi életünkben valami történik, ami úgy gondoljuk, hogy ez nem volt jó, vagy hát negatív, akkor ez mindenképpen csak a koszt, nem lehet, hogy a karakterünk, tehát a tükörből jön ez, tehát minden, ami rossz, az zennel el lehet tüntetni. A zen nem domestos, tehát az nem úgy működik, hogy súrolgatunk. Ez úgy működik, hogy látunk. Azért mondtam egyszerűsített változatnak ezt, mert ahogy fejlődünk, a lélekből is előjönnek a tárolt karmák, tehát bugyborékol az üveg a foncsor alatt. Jönnek a tudattalamból a bekészített, időzített bombák. És kívülről a külvilágból pedig jönnek az impulzusok. Nagyon kevesen látjuk, hogy a tudatalatti történései és a térben a világ történései pontosan szinkronban vannak. Nem néha, mindig. Csak pont az önkép és pont a világkép az, amely elrugaszkodik a pillanattól, amely egy abstrakcióba menekül, és nem lát, hanem csak gondolkodik. Csak koncepciókat alkot. És hogyha a szinkron élmény teljes lenne, hogyha a belső tér és a külső tér egyé válna, akkor tudnánk kezelni a karmát anélkül, hogy legyártanánk jót és rosszat. A megkülönböztetésre szükség van, különben az étlapot ennénk meg az étel helyett, és összetévesztenénk az illúziót a valósággal. Nem látnánk azt, hogy mi a szenvedés, és mi a boldogság, és erre szükség van. De hogyha a megkülönböztető tudatosság túlvezérlődik, akkor lesz belőle ítéletalkotás. És ekkor beleragadsz abba a karmikus problémába, amelyet nem tudsz tükrözni, hanem kényszerből, szokásból azonosulsz vele. Ekkor válik a tükrön szennyeződésé. És ezt a szennyeződést úgy tudod letakarítani, hogy megszünteted a tükörnek a torzulatát. És akkor az, ami megült abban a kicsi völgyben, vagy rárakódott a csúcsra, az szépen el tud tisztulni onnan. Úgyhogy mind a belülről jövő, mind a kívülről jövő karma dualisztikus reakciókat eredményezhet akkor, hogyha a tudat nem eléggé tiszta, nem eléggé képzett. Tehát a megkülönböztetésre szükség van. De az ítéletalkotásra nincs. És ahogy növekszünk, haladunk az élet útján, úgy kell látni azt, hogy mi az, ami belőlem jön, mi az, ami kívülről jön, és a kettő, az hogyan találkozik. Ezért fontos a gyakorlatod során az egyévválás tapasztalata.
Ha az megvan, akkor pontosan látod a külső és a belső kapcsolatát, egységét, de mégis azt, hogy a külső külső és a belső belső. Azért a személyért te felelsz. Ezért a személyért már nem. De mégis kapcsolatban álltok, a te életed a tiéd, az övé az övé, de az együttérzés és bölcsesség hídon keresztül nagyon sokat tehetünk egymásért. Eredetileg nincs kosz a tükrön. Eredetileg még tükör sincs. Megjelenik az egyén tudata, mert leszületünk, és megjelenik a világképe is, a világ élménye is. Ha megszűnik az egyén tudata, megszűnik a születés és halál körforgása, és eltűnik a világ objektívnek tűnő léte is. Ezt a kérdést már többször és több formában is feltettem neked, de most felteszem még egyszer. Az akaratról szeretnék kérdezni, hogy hogy tudom eldönteni azt, hogy nekem mennyi energiát kell belefektetnem egy dologba, tehát hogy az az enyém, ami könnyen jön, vagy az, amiért meg kell dolgoznom, mennyit kell megdolgoznom érte, hogy tudok különbséget tenni, hogy mit engedjek el, és miért harcoljak. Az a helyzet, Viki, hogy a legközelebbi havi fizetésedből venned kell egy időgépet. Utazz el, légy szíves, vissza a Római Birodalomba, szállj ki a Vatikán helyén, amely ott még nincs, csak később lesz. Nézd meg azt a gyönyörű politeista kultúrát, ami ott van, és kezdj el dolgozni az ott lévő szerepekkel. Nézd meg azokat a nőket, akik elmennek azon a piaczán, azon a téren. Elmennek a tunika, papucs, fejdísz egységben, hordják a vizet, viszik az ételt haza, főznek, beszélgetnek. És nézd meg, hogy mennyi erőt kell neki kifejteniük azért, hogy ezt megtegyék. Milyen elképesztő dolgokra kellett magunkat ragadtatni 2000 évvel ezelőtt, hogy egyáltalán éljünk, hogy egyik helyről a másikra eljussunk. Nézd meg, hogy mostak a folyópartján, hogy hogyan kellett a vödröket kivinni abból a bizonyos mellékhelységből, ahol később csak lyukat fúrtak és ment a csatornába le. Érezd a szagokat. Nézd meg a látványt, hogy mindenki megy a Kolosszeumba, és az akkori trónok harcát nézi. A gladiátorokat, az állatokat, a kocsi versenyt. Ott vannak az uralkodók, a patríciusok, és még aki bejutott. És akkor, hogyha ez megvan, akkor újra az időgépbe be kell ülni, és kiszállni itt a Deák téren. És nézd meg, hogy mi változott. Mi az, amiben könnyebb lett az élet, és mi az, amiben nehezedett. Mi az, amitől bonyolultabb lett, és mi az, ami leegyszerűsödött. És amikor ez az időutazás megvan, amit a görögökhöz is tehetsz, Spártát javaslom, az egy nagyon jó hely volt ehhez, akkor látod azt, hogy az élet az sohasem lett könnyebb vagy nehezebb a korok változásával, de az arányok mindig változtak. A nehézség mindig áttevődött egyik életterületről a másikra. Világos, hogy nem szeretnénk abba az időbe visszamenni, ahol konyhajtóval húztak fogat. Rákötötték a cérnát, meg a kilincs, és így becsapták az ajtót, és így pum, így kirepült a fog, utána pálinka. Tehát nagyon fontos látni, hogy a nehézségek azok nem változtak miért, mert az emberi tudat se változott. Lényegileg a működésünk pontosan ugyanolyan, mint akár a klasszikus római vagy görög korban, vagy a védikus korban, vagy ameddig csak vissza tudunk tekinteni. Ameddig csak el tudjuk olvasni a különböző írásokat és látni a régészeti leleteket. Hozzánk nagyon hasonlóan gondolkodó homo sapiensek éltek akkor is, az énségük ugyanúgy működött, mint a miénk. Nagyjából ugyanaz volt a boldogság és szomorúság együttható, mint nekünk. Tehát az élet nem lett könnyebb vagy nehezebb, csak a súlypontok helyeződtek át. Egyik életterületről a másikra.
Amikor ez a boldogságos egyensúly tudat megvan, akkor rájövünk, hogy nem mi élünk rossz korban, nem bennünk van a gyári hiba, hanem van valami, amit még nem vettünk észre. És ha észrevesszük, akkor tudjuk kinyitni azokat a titkos belső ajtókat, amelyek a tartalék energiát tartalmazzák. Amit addig lezártunk, mert minősítettünk. Minősítettük azt, hogy az én életem könnyebb vagy nehezebb, hogy én jobb vagyok vagy rosszabb. Tudni kell, hogy mit akarunk, és látni azt, hogy a megvalósítás kulcsa csak is a mi kezünkben van. És ezt hívom egészséges önbizalomnak. És innentől kezdve látod azt, hogy neked ez nem könnyebb és nem nehezebb, mint a római korban, a görög korban, a középkorban, az újkorban, a vaskorban, a részkorban, a kattintott fénykorszakban, hanem csinálni kell. És ha azt elhiszed, hogy csinálni kell, és csak csinálod, 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 ameddig csak kell, akkor az megvan. Ha nincs akaraterőd, tér vissza ide. Ha túl sok az akaraterőd, tér vissza ide. Én akkor a kutyáról kérdeznék még egyet, hogy nem pont az a lényeg, hogy az állati tulajdonságainktól megszabaduljunk, és ezáltal feljebb kerüljünk. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy a kutya Buddha, de a nem kutya... Mondta. Vagyis... Nem mondta. A Buddha mondta azt, hogy minden lénynek van Buddha természete. Jojo azt mondta, hogy mu erre a kérdésre. Hogy a kutyának nincs. Elhiszed-e, nem hiszed-e, teljesen mindegy. 80%-ban a genetikai állományod alapján banán vagy. 97%-ban csimpánz. Most akkor milyen állatitól szeretnél megszabadulni? Az a 3%-nyi különbség az, ami úgy genetikailag emberré tesz. És akkor utána mi az, ami a tudatodban emberré tesz? Tehát a kutya tud nem kutyául viselkedni? Az ember lehet embertelen. És lehet ember fölötti. Mitől? Na, itt tudod meghaladni ezzel a kérdéssel az állati tudatosságot, de inkább az emberit kéne. Állatok a semmi baj. Az állatok annyira érzik, hogy itt mi a dolguk, és csinálják is, nem tudnak másképp cselekedni. Az ember igen. Az ember egy rendkívül hibrid, paradox, valamiből összegyúrt lény, hogy a legmagasabbra és a legmélyebbre, a legnemesebbre és a legszörnyűbbre egyaránt képes. Ez a szabadságfokunk elképesztő kötöttségek közepette. Az ok és okozat kíméletlen következmény síkján nem tudjuk nem tapasztalni a következményeket. De tudjuk irányítani azt, hogy merre menjünk. Kőkemény tanulás, felejtés, nyereség, veszteség, önkép építés és önostorozás útján tudjuk irányítani az utunkat, de csak akkor, ha végre-végre közelebb kerültünk a valóság igaz természetéhez, és így igazi önvalónkhoz. Ha nem, akkor magunkat áltató körsétát vagy körtáncot lejtünk tempótól függően. Tehát a saját természetünket érdemes megismerni, leválasztani róla a karma ragaszkodó szennyező mi voltát, meghaladni azt, amit eddig önmagunknak tudtunk, sőt azt is meghaladni, amit ezek után kapnánk, mint önmagunk, és akkor eljutunk egy olyan állapotba, amely szavak és gondolatok előtti, de mégis tiszta és jelenvaló. Ekkor a lényeg tiszta tükrében látjuk tisztán az igazságot, ismerjük fel a helyzetünket, teremtünk helyesen kapcsolatot, és cselekszünk helyesen. Honnan tudod, hogy nem követtél el hibát? Nem azért, mert valaki leosztályoz téged, hanem azért, mert nem hoztál létre szenvedést. És hogyha nem hozunk létre szenvedést, a boldogság természetes módon megjelenik. Sokan kérdezték, hogy a Buddha miért nem hirdetett üdvtant? Miért nem tanította közvetlenül a szeretetet, a boldogságot, ezeket a nagyon pozitív fogalmakat? Miért beszélt ilyenekről, hogy a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetésének az útja? Miért beszélt az ürességről, a nirvánáról, az élet és halál körforgásáról? Ezek nem olyan vonzó témák. Az emberek nem ezt szeretnék.
A Buddha azért beszélt ezekről, mert hogyha ezekről nem szól, akkor nem tudod elérni ezeket a pozitív fogalmakat, mert nem mentél le abba a mélységbe, ahol a jelenségek gyökere van, ahol az alfa és az omega még egy, ahonnan a teremtés következik. És ezért kell elhatolni eddig a mélységig, ezért kell felismerni a saját felelősségünket, ezért kell a saját Buddha természetünkre támaszkodni, mely mindannyiunkban közös. Sőt, csak ez az egyetlen a Buddha természetünk, amely igazán közös bennünk. Minden más különböző. A test, a lélektartalom, amit lehoztál, aki vagy, amit innen elviszel, ez mind más. De ami bennünk közös, azaz, ami útján igazából tudunk közlekedni egymással, kölcsönhatást teremteni, és a térrel, a tudattal egyé válva valami igazi emberi közösséget alkotni. Ezt hívom teljesen identitástűrő és identitásfüggetlen emberi közösségnek. Egyszerre tűri és egyszerre független tőle. Honnan tudod, hogy nem szenved a kutya? Ott van a szemében. Nézel. Honnan tudod, hogy mi van a kutya szemében? Ránézel. Ha ránézel, akkor nem azt látod, amit te látsz. Mi köze van annak a kutyához? Hogyha nem azt látod, amit te szeretnél, hanem azt látod, amit a kutya sugároz a szemével, akkor ez megvalósul. Ha a saját projekcióidat akarod a kutyán viszont látni, az kb. 2 másodperc. És utána a kutya érzi is, hogy te nem vagy ott vele. Az egyéválás tapasztalat az az, hogy a saját ideáidat és projekcióidat eltakarítod az útból, és tisztán látsz. És ilyenkor a kutyát látod és érzed tisztán, és a kutyák fantasztikusak, mert persze van egy csomó trükkjük, de tudatosan hazudni nem tudnak. Nincs benne a készletben. Rengeteg apró viselkedésbeli finesz van, tehát azok fantasztikusak. De arra fajta többrétegű, többszínű viselkedésre, amire az ember képes, a kutyák nem képesek. Szerencsére. Különben szétszincálnának minket pillanatok alatt. Egyéb kérdés? Nekem a csak teddel kapcsolatban lenne kérdésem. Tehát az elkerülhetetlen a sorodás a mindennapi életben szerintem. Tehát aki dolgozik és munkahelyre jár, családban él, konfrontációna, ez az életvele járója. A csak tedd vagy a csak cselekedj, ha én csak teszem és csak cselekszem, akkor, és ha mindenki ezt csinálja, akkor honnan fogjuk megtudni, hogy az én csak cselekedetem súrolja a másik ember cselekedetét? Persze ezt megtudjuk, viszont hogyan lehet úgy, tehát ha ezt gyakorlom, akkor óhatatlanul megsértem a másikat, mert csak arra figyelek, amit én teszek, nem? Tehát egy munkahelyen. Csak arra figyelsz? Főleg a munkahelyen. Csak arra figyelsz? De ezt hogyan tudom kivitelezni, hogy ne elsúrlódjunk? Hány éve dolgozom? 40. Tehát ezt és még mindig csak arra figyelsz, amit te nem, csinálsz. De szeretném. Szeretnéd. Persze. Remélem, nem fog sikerülni. Gyakorlat. Nézd meg. Látod-e ezt a poharat? Látom. Ez az, amit csak te teszel. Látod ezt a másik poharat? Azt is látom. Ez az, amit a másik ember csinál. Sikerül-e a kettőt összekötni? Nem. De igen. Nézd. Közös helyzet, közös kapcsolat, munkahelyen közös érdekviszony is. Surlódás elkerülhetetlen. Honnan tudod, hogy van? A surlódás hőfejlődéssel jár. Vágy vagy harag. Tehát olyasféle tűz, amely sokszorozza önmagát, a vágy, a lelkesedés, a na csináljuk tüze, vagy pedig a haragnak, az elégületlenségnek a tüze, amelyik negatív, ami inverz, hogy hagyd abba, és én is abba hagyom, és én nem hagyom, de te se, stb.
amikor ez a tűz megvan, akkor ennek a hevét kell helyesen felhasználni. Mindig lesz surlódás, mert közös térben élünk és kapcsolatban vagyunk egymással. Nincsenek ilyen kis elkülönített, átlátszó szarkofágok. Ilyen kis virtuális magánterek, ahol minden úgy működik, ahogy te szeretnéd. A másik pedig maradjon magának ott. Ne jöjjön közelebb, ne szóljon hozzám. Már 40 éve problémám van vele, de ő sem megy ki abból a székből, meg én sem. Hihetetlen. Van viszont az a hűtőfolyadék, amit például az Esztergaa gépeknél ilyen fehér sugárban ráeresztenek a fúrófejre, azért, hogy ne melegedjen túl az a bizonyos munkadarab. A szerszám se. Na most ez a hűtőfolyadék az a fajta közös megértés, aminek az eredménye a tolerancia. Tehát, hogyha nem tolerálnánk a surlódást, pillanatokat kigyulladnánk, akár vágytűzzel, akár haragtűzzel. Nagyon fontos az, hogy mivel ez a hűsítő víz, ez a belátásnak, a bölcsességnek és az együttérzésnek a megnyilvánulása, hogy ennek legyen valami alapja, valami forrása. Ez a folyadék egy tartályból jön. És ez az, ami az embernek a tiszta tudata, a szilárd gyakorlata, a középen maradó, a pillanatban tisztán jelenlévő tudata, és akkor ebből lehet ezt a hűtőfolyadékot a túlhevülés esetén rábocsátani az emberi kapcsolatokra és egyebekre. Surlódás mindig lesz. Egészséges hőfejlődés kell, mert nem szeretnénk magányos depresszióban leélni az életünket. Ezért is szoktunk surlódni, hogy legyen egy kis energiánk. Miért macerálsz? Azért, hogy tudd, hogy vagyok. Azért. Vegyél tudomásul. És akkor csodálkozik, hogy visszamacerál a másik. Miért? Mert tudomásul vette. Azért. Vigyázzunk ezekkel, hogy mekkora surlódást termelünk, és miért. A hőfejlődés kell. Túl hideg, lefagy. Túl meleg, felrobban. Kettő között valahol ott az optimum. Jó? Az lenne a kérdésem, hogy ha az embereknek van egy saját fejlődése, akkor az emberiségnek is? Tehát lehet, hogy majd egyszer mindenki Buddha lesz. Jaj, tehát mindenki... te gyönyörű. Én úgy szeretném, ha ez lenne. Elmúlt pár ezer év nem ezt mutatja. Az biztos, hogy kőkeményen törekszünk. Egyre jobbak a fegyverek. Tehát olyan háborút, mint a mostani. Fú. Szóval törekszünk, de hogy mire törekszünk, azt nagyon nem szoktuk tudni. Ha arra törekednénk, hogy mindenki érje el a megvilágosodást, és mindenkit szabadítsunk meg a szenvedéstől, ahogy ezt a bodhiszattvák könyvében olvashattad, ugye? Akkor ez a fejlődés egy egyenes vonalú fejlődés lenne, akármilyen lassú is. Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy rójuk a köröket. Róttuk a Római Birodalom körét, utána a középkor körét, aztán a reneszánsz körét, aztán a felvilágosodás körét, polgári társadalomból a kapitalista, demokratikus, vagy annak mondott társadalmak körét, ugye? Utána a posztindustriális, stb. Ezeket a köröket több millió ember rója. Hol vagy te ebben? A periférián? A nagyon gyorsan pörgő, nagyon fényes, de mégis felszínes területen? Valahol középen, ahol az ember úgy tűnik, hogy átlag, de nem túl gyors, nem túl lassú. Vagy valahol középen, a legközepén ennek a körnek, ahol látszólag semmi sem történik, de mégis vertikálisan ott megy szépen fölfelé az egész. A Sun Tzu zenmester nagyon kevés hasonlatot használt, mindig közvetlenül beszélt, és nagyon keveset mondott a jövőről. De egy valamit mondott, és ezt 25 éve hallottam először tőle, közvetlenül egy ilyen dharma beszéden. Azt mondta, amíg a kapitalista és a kommunista világrend fönnállt, addig az
egész világ egy olyan almára hasonlított, aminek az egyik oldala vörös, a másik pedig zöld. Amikor a kommunizmus szép, lassan kezdett eltünedezni, és emlékezzünk azért 91-92 környékén már milyen állapotban volt, akkor egy-két ország kivételével nem maradt belőle semmi. Ekkor az alma, ahol zöld volt, ott is bepirosodott. És minden csak a pénzről és a hatalomról kezdett el szólni. Kicsit rejtve, nagyon rejtve, kicsi országban, nagy országban, az északi féltekén, a délin, minden arról szól, a mai napig össztársadalmi, civilizációs és egyéb szinten, a felszínen vagy a mélyen, hogy mennyi pénzed van és milyen hatalmas vagy. Az értékrendet tisztelt a kivételnek, ezek a paraméterek határozzák meg. Ezek a mély szerkezeti mozgatók nagyon nagy részt, kivéve ahol nem. És ahol ezek a mozgatók, ott ez az alma nagyon gyorsan érik. Elkezdenek megjelenni rajta azok a fekete foltok, amelyek a háborús konfliktusok, az állandó társadalmi egyenlőtlenség, a természeti katasztrófák, és azon nehezen vagy egyáltalán nem gyógyítható területek, amelyek az alma rothadását okozzák. És amikor az alma elér egy bizonyos érési fokot, akkor leesik a fáról. A rothadás akkor már megállíthatatlan, és a földön rothat tovább, 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 tovább. Míg nem egyszer teljesen elrothad, de a magok addigra érettek. Itt ér véget az öreg hasonlata, amit némi oldalági kiágazással megtoldottam, de szerkezetileg teljesen úgy hagytam, ahogy mondta. Annyit szeretnék szerény kommentárként utána tenni, hogy mindannyian ezen az almán vagyunk. Mert megszülettünk erre a földre. Éljük ezeket a ciklusokat, és a ciklus valamelyik részében részt veszünk. De nem mindegy, hogy a fekete foltos héjként, a rothadó húsként, vagy pedig az érett magként. Ez már mindenkinek az egyéni döntése. Ezért nem mindegy, hogy mit választasz ebben az életben, kit választasz ebben az életben, mit akarsz, milyen irányt veszel föl, mire törekszel, és mivé leszel. Ez dönti el, hogy a héj, a hús vagy a mag leszel. Ennek folytatásaként azt szeretném kérdezni, hogy hogy tudom azt megoldani, hogy vannak kötelezettségek mondjuk szülő felé, de tudom azt, hogy ők lehúznak. Én igyekszem jól átlátni az egészet, az ő helyzetüket, karmájukat, mindent lehet látni. Mégis, mire az ember egy kicsit jól érezné magát, lehúznak. Ám a kötelesség ott van, tehát valahol, ha igénylik, segít az ember, de hogy lehet ezt kivédeni érzelmileg és fejlődésben, hogy hol a határ, vagy van-e határ, vagy hogy ne essen az ember mindig vissza, amikor már végre eljutott valahová, úgy érzi. Családterápia. Aha. Kell keresni egy fantasztikusan jó pszichológust, és elmenni családostól, párostól, szülőstől, nagyszülőstől úgy, hogy innentől kezdve tudják, hogy szerinted gond van. És te elhívtad őket valahova, ahol megbeszélik, hogy valójában mi lehet a probléma. Ez azért fontos, mert nem lehet mindenkinek külön ajánlott tértivevényes küldeményt kézbesíteni arról, hogy szerinted a család állapota most ez, és ez, és ez. Kellene egy közös átlátás, egy olyasféle szeánsz, ahol mindenki egy külső pont segítségével, ez a terap, belátja, hogy beszélgetnünk kellene már. Érdemben. Nem csak arról, hogy ki milyen kacsasültet rendelt, meg milyen bort iszik, meg milyen pálinkát akar, és hogy az örökségen hogyan vitatkozzunk. Nem. Hogy egymással mi a dolgunk, mint család. Tehát a családterápia az nem negatívum. Te nem egy defektes gumiszettet viszel a szervízbe, hanem beállítod a futóműveket. És nagyon fontos az, hogy ezek után te a saját egyéni fejlődésedet is egy bizonyos környezetben meghatározod. Ehhez választhat egy csomó mindent.
Van egy olyan halmaz, amit úgy hívunk, hogy leíró iskolák. Megpróbálnak az önismeret útján, a karma megláttatása útján bizonyos ismeretekkel ellátni téged, hogy te ki vagy. Mi az, amit még magadból nem láttál. Ez egy ideig hasznos, de megvannak a határai. A következő halmaz az az úgynevezett generatív, vagy a teremtésre rámutató és az oda elvívő iskolák, amelyek megmutatják az utat ahhoz, hogy hogyan tapasztald meg a világ, világod magad általi teremtettségét, illetve a közös teremtett mi voltát. Ezek a generatív iskolák. Nézd körül jól, nézd meg, hogy mire van szükséged, és indulhat a családterápia. Van egy pár vas törvény. Egy. Ha magadon nem dolgozol, vehetsz te részt akármilyen terápián, vissza fogsz hullani a saját karmikus szokásaid szöges drótja mögé. Kettő. Ha te fejlődsz, mert fejleszted magadat, akkor a család karmája erősségi sorrendben szépen követ téged, ahogy mész fölfelé. Ha nem, akkor te követed őket. Választani kell. Tehát vagy te megszabsz egy szellemi irányt, és te mész arra, és közben zajlik a családterápia, és végre észreveszik, hogy kéne már kezdeni egymással valamit, érdemben, vagy pedig követed a közös karmát azzal a tehetetlenség, hogy várod, hogy történjen a csoda. És a csoda nem történik. A csodát csináljuk. Jó? Egyéb kérdés? Az elején volt arról szó, hogy ne, valami olyasmit mondtál, hogy ne essünk abba a hibába, hogy azonosulunk a dolgokkal, de akkor mi a helyzet azzal, hogy mi a különbség akkor a jelenlét és az azonosulás között? Óriási. Na, mondd. Gyere ide. Konkrétan? Konkrétan. Fogd meg ezt a botot. Azonosultál vele? Nem. Akkor el tudod engedni. Gratulálok, fáradj helyre, kérlek. Jelen vagy, cselekszel, kölcsönhatsz. De nincs azonosulás. Most mutattad be. Attól, hogy figyelsz valakire vagy valamire, nem fogsz azonosulni se vele, sem a látottakkal. Nagyon fontos. És ennek van köze az érzelmekhez? Á, dehogy. Mert hogy nincs, konkrétan nincs, nem érdekel. Nem is, teljesen más. Hogy is kérdezhetsz ilyet? Akkor most konkrétan mi van? Tehát úgy érzem, hogy azért nem azonosultam vele, mert nem voltam vele érzelmi kontaktusban. De hogyha egy és olyan másfél évben igen? Hát egy olyan szituációban vagyok, akkor már is belevonódok. Ez a vele, ez nagy V vagy kis V? Hát ha élőlényről beszélek. Tárgyról. Ahol titok van, ott megoldatlanság is van, és én nem fogom megoldani, ezért nem vagyok rá kíváncsi. Úgy tudod megoldani saját magad, hogy megnézed, hogy hogyan teremtetted azt az érzelmet, vagy érzelmi kapcsolatot. Mi az, ami fönntartja, ki az, aki fönntartja. És hogy ha ez tovább vihető, akkor tovább vivendő-e? Tovább lehet-e vinni, és tovább kell-e? Ha igen, hogyan? Tehát a jelenlét tiszta tapasztalatából következik, hogy rájössz, hogy ebben a pillanatban teremted a világot. Az érzelmeiddel, a gondolataiddal, a beszédeddel, a cselekedeteiddel. Ha azonosulsz ezekkel, akkor nem tudsz tovább lépni. Kizár dolog. Azonosulok a bottal, nem tudok inni. Nem tudom kezembe venni a poharat. Azonosulok a haraggal, nem tudok szeretni. A figyelem és az éberség nem ugyanaz. De akkor mindig kívülálló vagyok saját életemben. Voltál valaha is belülálló? Hát amikor azonosulok és nem tudok tovább lépni, akkor igen, nem? És jó volt az neked? Nem azt mondtam, hogy jó vagy rossz, hanem hogy akkor kívülállóként kell megélnem mindent. Nem!
Művésznő, összemosol fogalmakat. Ez nem jó. Tisztelt. Egyszerre nem lehet egy lentó tételt és egy allegro tételt játszani. A lentó, az allegro. Ugye? Ezt tudjuk. Tehát az állapotok egymásra következnek. Ha lebontod kívülállóra, belülállóra, akkor akasztod meg a haladást. Nem kell. Jó? Csak tedd. Nézd meg, hogy az érzelmek mit csinálnak. Tartsd meg azokat, amelyeket a kapcsolatod számára fontosnak tartasz. Ne gyakorold azokat, amelyeket nem tartasz fontosnak. Amelyek nem azt az eredményt hozzák, amikkel. Tedd félre azt, hogy kívül áll vagy belül áll. Jó? Meg az összes egyéb ilyen dualista okosságot, mert ez az, ami lebékjóz, ez az, ami akadályoz. Az en arra tanít, hogy lásd az ok és okozatot, de ne ragadj le a duális kategóriákban. Légy jelen, de ne formálj identitást. Cselekedj, de ne ragaszkodj a cselekedethez. Lásd az eredményt, de ne ítélj fölötte. Elég paradoxon ez ma estére? Egyéb kérdés? Hogyha mindenki Buddhának születne erre a földre, annak lenne értelme? Tehát, hogy mindig lenne hová fejlődni? Vagy létezik egy olyan állapot, ahonnan már nincs tovább? Ha teljesen 100%-ig Buddha lenne, nem születne. Akkor egyáltalán nem. És a másik, hogy lehetséges az, hogy mondjuk itt egy lélek megszületik, aztán meghal, és újjászületik egy másik világban, tehát mondjuk nem ezen a földön, hanem tételezzük fel, hogy vannak másik. Te amikor körülnéztem az utcán nemrég egy pár emberrel, biztos előfordul. Néha magam sem tudom, üres óráim van, hogy most mi van? Mondok neked egy másik ilyen választ. A bódhiszattvák azok, akik azt vállalják, hogy megvilágosodott tudattal újra születnek. Ők még ezt a vállalást fontosnak tartják, ez az ő karmájuk, mert ezt hozták létre. És megszületnek azért, hogy fejlesszék ezt a környezetet, emelhessék a tudatosság szintjét. Ez itt egy bódhiszattva tanfolyam. Annyit sajátítasz el, amennyit akarsz. Olyan tudatos leszel, amennyire szeretnél. A tudatszintek oda és vissza járhatóak. Nincs semmiféle beépített gátja a csökkenésnek vagy az emelkedésnek. Ha lenne védelmed a zuhanás elől, az a másik oldalról gátja lenne a felemelkedésnek. Szabadok vagyunk kőkemény feltételek között. Úgyhogy van lehetőség a fejlődésre, csak maximalista kérdést tetszett föltenni. A teljesen megvilágosodott buddhák. Ő nekik már születés nélkül is megy. Jó? Egyéb kérdés? Az egészséges önbizalmat hogyan lehet gyakorolni, hogy az ember ne legyen zavarba, vagy tudja, hogy mennyi szemkontaktus kell tartania így ez? Így. Gyönyörűen föltetted a kérdést, végig a szememben néztél, nem kételkedtél benne, nem néztél jobbra és balra. Mi egyéb kell? Még olyan önbizalom van itt, ahogy kell? Nem mindig van meg. Néha önellenőrzést hajtasz végre. Néha esetleg kételkedsz a másikban. Na hát, légy üdvözölve a humanoidok sorában, ugye? Ezt mindannyian végrehajtjuk. És ilyenkor vissza kell térni a pillanatba ahhoz, amit látsz, ahhoz, akit látsz, amit hallasz. Tisztán érzékelni. És amikor a jelenlét ismét megvan, akkor a figyelem is megvan, és abban lehet bízni. Ez az igazi önbizalom alapja. Ismét zen paradox, ha megtapasztalod az éntelent, az vezet az önbizalomhoz. Egyébként önképben bíznánk, mely pont a legkeményebb pillanatokban hagyott. Amikor igazán kéne támaszkodni rá, akkor derül ki az illúzióról, hogy illúzió. És akkor nincs semmi, amire vagy akire támaszkodni lehetne.
Az igazság, akármennyire is nem köthető névhez és formához, a tapasztalata az egyéválláson keresztül önbizalomhoz vezet. Beszélnél kérlek a szabadságról és a felelősségről? Nem. Az a kedvencem. Légy szíves, beszélj a szabadságról és a felelősségről. Ez szabadság vagy felelősség? Korrekt. Ha erre a pontra visszatérsz, akkor megtapasztalod a szabadság és felelősség gyökerét. A szabadság és a felelősség nem tanítható, csak észrevehető. És hogyha helyesen gyakorlunk, észrevesszük az ok és okozat működését, mely az egyik oldalról szabadság, a másik oldalról felelősség, de valójában ugyanabban a folyamatban veszünk részt mindannyian. Csak szokásunktól függően először a szabadságot vesszük észre, vagy a felelősséget. Az ok és okozat működése hibátlan, hézagmentes, hiánytalan. És éppen ezért, ha teszel valamit, megvan a következménye, ha nem teszel semmit, akkor következmény sincs. A nyugati szabadságeszmény elválasztja az ideált a gyakorlattól, és ezért a szabadság és a felelősség legtöbbször nem találkozik. A szabadság az nagyon gyakran egy infantilis, néha egoista fogalom, hogy azt csinálok, amit akarok, és lehetőleg ne legyen következménye. Akkor sem. A másik véglet pedig az ilyen végzetszerűségben, sorsban és eleve elrendeltetettségben való hit, ez is egy nyugati járvány, és akkor meg csak felelősség van, semmiféle szabadságod nincs. El van rendelve, megszenveded, stb. Utána meg lesz, ami lesz. Az is már el van rendelve, amit nem tudsz. Kész. Keleten nincs olyan, hogy teljes egyéni szabadság, mert egy kontextusban élünk, más emberekkel és a világgal való kapcsolatban. Függő helyzetben élünk. Ételtől, italtól, társtól, világtól mindenféleképpen függünk, és tőlünk is függenek más lények. És itt a szabadság más. Találkozik a felelősséggel, és a felelősség találkozik a szabadsággal is. Szabad szeretnél lenni? Vállalj felelősséget. Felelősséget válasz? Azon a területen szabad leszel. Kutyatulajdonosok ezt nagyon jól tudják. Felelősséget kell vállalni a kutyáért. Az oltástól kezdve a piszok összeszedéséig a nejlon acskóba, és a kutyának te leszel a mestere. Azt teszel vele, amit józan határok között akarsz. És a kutyát azért tartod, mert ennek a tapasztalata téged emel, és téged egy jobb emberré tesz. Nagyon sok kutyatulajdonos teljesen függ a kutyájától, érzelmileg, fizikailag, minden szinten. És ez rendben van. De ez a függés mutatja meg azt a szabadságot, amit másképp nem ért volna el. Hogy a kutya csak rá hallgat, és csak őt szereti, és csak tőle fogadja el az ételt, és a többi. Jó? Megakadtam egy könyvbe az út a teljesség felé, és most már két napja gondolkodom rajta, ha már tudom, ez néha szokott fájni. Hol az én? Mi az én? Mert ugye a könyvben azt mondja, ha igazán meg akarjuk találni a helyes utat, ahhoz le kell boncolnunk magunkat, idézőjelbe. De mit találok belül? Belül a testemet a szerveim töltik ki. A szívemben van az én, vagy itt fönt? Mit kell leboncolnom? Mi a jó, mi a rossz? Melyik mérlegre mi kerül? Boldogult apám korboncnok volt, és utána kardiopatológus lett, ezért a jóvoltából jártam boncteremben, és ezért bizton mondhatom, hogy a boncolás az nem vezet a megvilágosodáshoz. Az oké, de mégis, hogyha az ember mérlegre akarja tenni azt, hogy most... Melyik szervét? Mert nem a szervet. Nem, mondjuk a tulajdonság. Jó, csak most ez átvitt értelemben. Tehát, hogyha én le akarom, vagy mérlegre akarom tenni a jó tulajdon, mint ahogy ugye nagyon sok könyv is írja, hogy mérleg, tegyük mérlegre, csináljunk listát. Mi a jó? Mi a rossz, türelmes, türelmetlen, káromkodik, stb. 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 Na de ki mondja meg, hogy mi egy az, hogy mi a jó? Mert ami az én szememben jó,
az a másikéba nem biztos, hogy helyes. Hála a jó Istennek, hogy elérted a relativitásnak ezt a fokát. Ugye sokkal kevesebb könyv tud meghűíteni ezek után. Folytasd. Elvesztettem a fonalat. De jó, akkor mondom. Tehát út a teljesség felé, tedd félre a könyvet, és akkor az út a teljesség felé tényleg megvalósulhat. És ez nem csak erre a könyvre vonatkozik, hanem minden könyvre. A zenben ezért mondjuk, hogy ne támaszkodj az írásokra. Fordítsd az energiát befelé. Közvetlenül irányítsd a figyelmet a tudatra. És igazi önvalód megtapasztalása a megvilágosodás. Olvashatsz, amennyit akarsz. A zen nem egy ilyen könyvégető biznisz. Nyugodtan olvass, amennyit akarsz, de ha az írásokra támaszkodsz és ahhoz ragaszkodsz, soha nem fogsz a fogalmi valóságtól megszabadulni. Nem boncolgatunk, se Frankenstein sem gyártunk. Tehát oda és vissza ez az analitikus vagy szintetikus dolog, ez nem működik. Lásd tisztán. Kívül és belül, lásd tisztán. Nézd meg az ok és okozat működését, mert igazad van. Eredetileg nincs jó és rossz, abszolút értelemben nincs jó és rossz, de helyi értékben van, amit annak nevezek a saját érdekviszonyaim alapján. Ez a pohár most üres, ebben van víz. Nagyon jó, mert szeretnék inni. Az üres poharat mondhatnám semlegesnek. Igen, ám? Ide száll egy nagyon csúnya bögöly, amelyik fertőzést hordoz és csíp. És akkor fogom és megfogtam a bögölyt a pohárral, alátettem egy szalvétát, és szépen kivittem azért, hogy odakint elengedjem. A bögöly azt mondhatná, hogy ez a pohár, ez szörnyű. Borzasztó, börtönpohár lett. Ez mutatja a dolgok üresség természetét, ami azt jelenti, hogy eredetileg nincs meghatározva, hogy jók vagy rosszak. Adott pillanatban, adott nézőpontból eldönthető, hogy jó vagy rossz. Ahhoz képest, hogy mit szeretnék, és mit nem szeretnék. Úgyhogy ezért kell vigyázni a méricskéléssel. Mérjünk. Nagyon sok jó mérnök mér. Az a dolga. De ezek relatív mértékek. Valamihez képest születtek meg, és nem abszolút értékűek. Ha így nézed, sokkal könnyebb lesz elnavigálni a nézetek mindent felölelő hálójában. Egy koant szeretnék a válasz végére ajándékba adni. Mangong Zen mester, aki Sung San Zen mester nagy tanítója volt, tehát a második generáció fölötte, egy 90 napos visszavonulás végén az egybegyűlt szerzeteseknek egy dharma beszédet tartott, melynek a végén így szólt. Ti 90 napon keresztül hajnaltól késő estig gyakoroltatok a meditációs teremben. Én csak a szobámban ültem, és egy nagy hálót szőttem ez idő alatt. Ez a háló megfog mindent és mindenkit, nevet és formát, érzékszerfesz kötött lényt, buddhát, bódhiszatvát, istent, félistent, állatot, démont, embert, mindent. Hogyan kerülsz ki ebből a hálóból? Sok szerzetes megpróbált válaszolni rá, az egyik elkiáltotta magát. Ha! Másik azt mondta, már én is vagyok. A harmadik azt, hogy adjatok egy csészeteát a nagyszerű zenmesternek. A negyedik megpróbált halként mozogni. Ezen nagyon sokan nevettek. De akármilyen választ próbált meg a szanga bármely tagja, Mangong Suim csak azt mondta, micsoda nagy halat fogtam. Micsoda nagy halat fogtam. Micsoda nagy halat fogtam. Kérdés az, hogy ha te ott lennél, hogyan kerülnél ki Mangong Suim hálójából? Nagyon sokat olvastam utána, viszont nem tudom, hogy biztosak-e a források. Ki volt Kuan Yin? Kuan Yin, ő Kuan Szenbo Szál, Avalokitésvara, Csenrézi, Kannon, Kanzeon, most egy rakás nyelven elmondtam a nevét. Ő az együttérzés bódhiszatvája, és a Buddha egyik közvetlen tanítványa volt. A hang hallásából fakadó megvilágosodást tanította.
Tehát ha hallod a hangot, a természet hangját, vagy a másik ember hangját, akkor az azt jelenti, hogy a saját karmádat legalábbis hátrébb tudtad helyezni, vagy teljesen ki tudtad kapcsolni. Ez mehet odáig, hogy a tudatban, a lélekben, a térben bármely apró rezdülést fel tudsz fogni. Ő volt ez a tanítvány. Az együttérzés az egyik legveszélyesebb dolog, mert ellenállhatatlan. Tehát be tudod zárni az ajtót egy ember előtt, egy állat előtt, de egy neutrino előtt nem. Abból a hüvelykúnyi körmön keresztül egy másodpercet kb. 60 ezer megy át. Volt róla szó, illetve beszéltél arról, hogy az emberiség ugye egy rója a köröket, római birodalom, középkor, stb. Na most igazából az ember, ez a homo sapiens, mint hardware, ez azért már egy kicsit korábban elkészült, mint ahogy elkezdődtek ezek a birodalmasdi játékszerek, meg hasonlók, amit igazából most is folytatunk még. És több tízezer éven keresztül az ember egészen más módon élt, mint ahogy éltek az emberek utána. És arra volnék kíváncsi, hogy vajon a szenvedés, mint olyan, akkor is része volt az embereknek az életének, illetve hogyha mi egyre többen felismerjük azt, hogy ez az életforma, amit most itt folytatunk, az egyáltalán nem fenntartható, és kitalálunk valami jobbat, ami annál jobban működik, akkor megszűnik-e majd automatikusan a szenvedés? Automatikusan nem, mert a görögöknek sem sikerült, akik az automatont szerették volna föltalálni, a magától mozgót, vagy a magában létezőt. És nagyon sok régészeti elem és egyéb történeti tudás mutathat az úgynevezett írásbeliség előtti korra, de egy biztos, megszűnt. Ha annyira biztos lett volna az úgynevezett aranykor, ha tényleg aranyból lett volna, akkor nem szűnt volna meg. Tehát ott is történtek olyan hibák, akármit is tudunk vagy nem tudunk a több tízezer évvel ezelőtti esetleges civilizációkról, amelyek ide juttattak minket. Tehát, hogyha szeretnénk a múlt karmáját szépen summázni, akkor az most itt van ebben a teremben. Sopron több ezer éves lehetséges történelme most ezt a várost a jelenlegi állapotba juttatta. Tehát nem kell visszamennem tényszerűen a múltba, mert ez az időgép sajnos nem áll rendelkezésre, pedig milyen jó lenne. Hanem látom, hogy az okozatiság képkockái a több ezer éves filmben most idáig juttattak minket. És én nem szeretnék egy fikcióba visszamenni, még jó indulatúan sem. Terméketlennek találom minden respektem mellett, amely a történelmi igazságok kiderítése felé irányul. Én azt látom, hogy amikor ezt a pillanatot a maga teljességében tapasztaljuk, akkor meglátjuk a múlt, a jelen és a jövő közti összefüggéseket, mind a ciklikus, mind a lineáris idősíkok mentén. És ekkor lehet ebből a pillanatból valami teljesen újat kezdeni, úgy, hogy támaszkodunk a tapasztalatokra, de ezek a tapasztalatok nem kötnek meg minket. Nem újraélni szeretnénk azt a félig meddig hipotetikus állapotot, hiszen olyan keveset tudunk róla, amely a vágyaink szerint jobb volt, mint amit most élünk. Ide jutottunk, és kész. Innen hová megyünk? Ez a hardware és szoftver együtt, mert a homo sapiens az egy hardware és szoftver együtt, mint érzékszervhez kötött lény, testben lévő lélek. Tehát mindaz a tapasztalat, ami az összes eddigi életedből leszűrődött, a jelenlegi identitásodban ez pontosul. Akár tudatos személyiségként, felső 5%, akár a tudattalan archetipusok dinoszaurusz állatkertjeként vagy édenkertjeként, nem kívánt törlendő, amint egy 95%-nyi tudattalanban. Tehát ha megismerjük önmagunkat, megismerjük a világot, ha megismerjük az okozatiság működését, megismerjük azt, hogy hogyan lehet
alternatívákat találni a szokások, a tehetetlenség, a berögződöttségek helyett. Teljesen egyetértek abban a sugallatban, hogy a jelenlegi 7 milliárd és még pár millió ember, mint közös csoportkarma, rendkívül veszélyes irányba megy. De ezen nem tudunk úgy változtatni, hogy a 7 milliárd egyén számára kijelölünk egy újabb aranykort, amiben tessék belépni, és tessék megcsinálni. Sajnos, vagy talán szerencsére, a régi római mondás, az a te incipi, a magadon kezd, itt érvényes a legjobban. Hogy magadon kezd. A magunk minőségváltozása az egyetlen egy út, hogy hassunk a világra, és másokra egyaránt. Has, alkos, gyarapíts, és a haza fényre derül. Ezzel a gyönyörű deáki mondattal szeretném zárni a ma esti dharma beszédet. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, a jelenlétet, és remélem, hogy a holnapi meditáció minél többen találkozunk. Köszönöm szépen!